Köszöntöm a kedves nézőket! Ez itt a Dolomogdányi Suli Híradó első adása, melyben beszámolunk sok érdekességről. Elsőként az iskolánk igazgatójával készített interjút láthatják. Mi történt mostanság az iskolában? Történt valami rendezvény vagy ilyesmik? Hát ti is ide jártok, úgyhogy gondolom, hogy tudjátok, hogy mi minden történt az iskolában. Véget ért a tandem projektünk, amelyik az internet használatról szólt. Ennek a záró rendezvénye volt a múlt hét csütörtökön. És a legutóbbi, mert a többiről azért azt gondolom, hogy folyamatosan tájékozottatok, tegnap este operában voltunk a felső tagozatosokkal. Hát egy nagyon érdekes, modern feldolgozású operát láttunk az Erkel Színházban. Azt hiszem, hogy egy kicsit még emészteni kell, mert egy kicsit megdöbbentünk, hogy milyen előadás volt. Ezt mondták a többiek is? Igen. Hogy tekintenek Éva nénire, mivel ének tanár és egyben igazgató is? Ugyanúgy kezelik, mint egy tanárt, vagy inkább, mint egy igazgatót? Én remélem, hogy úgy kezelnek, mint egy tanárt, bár a kolléganőim mindig azt mondják, hogy egy kicsit nekem könnyebb a helyzetem, mert igazgató vagyok, és ezért velem, vagy nálam jobban viselkednek a gyerekek. Ezt igazán ki tudnátok elmondani, hogy, vagy kérdezzétek meg egy másik gyerekektől, hogy vajon Éva néninél csak azért, mert igazgató, jobban viselkednek-e a gyerekek, de én azért reménykedem, hogy mint énektanárnál is így viselkednétek, ha nem lennék igazgató akkor is. És a tanárokkal jó a kapcsolata, mint igazgatónak? Igen, a tanárokkal nagyon jó a kapcsolatom, én azt gondolom, most már 6. éve vagyok itt az iskolában, és hát nagyon-nagyon dolgozunk rajta, hogy minél jobb legyen a kapcsolat, úgyhogy ma is karácsonykor egy kis ünnepléssel fogjuk mi zárni a napot, ahogy ti is. Az elején, amikor ide került az iskolába, félt azért egy kicsit, hogy mi lesz, hogy fogják fogadni? Nagyon féltem, mert nekem a férjem Duna Bogdányi, és mi úgy költöztünk ide, én Borsod megyében éltem az életemet, és amikor összeházasodtunk, akkor először Abonyba költöztünk, és ott ültünk 4 évet, aztán az anyukámékhoz haza, a gyerekeim ott születtek, és már 43 éves voltam, amikor ide költöztünk, és ez azért nem kis váltás volt az életünkben, és az pedig, amikor ide jöttem az iskolánkba, akkor pedig, hát ugye 6 éve, akkor még azt hozzá lehet adni, szóval már nem voltam fiatal. Persze a tapasztalatom is megvolt, de általános iskolát még sose vezettem. Zeneiskolát már 20 éve, de általános iskolát nem, és ezért azért egy kicsit izgultam, hogy ez hogy fog sikerülni. De nagyon sok munkával és sok türelemmel azt gondolom, hogy most már eljutottam odáig, hogy nyugodtan állhatok ennek az iskolának az élén. Hogy lett Éva néniből igazgató? Hogy döntött el, vagy ez csak úgy magától jött az életébe? Tudod, a vezető az olyan, hogy az úgy lesz. Tehát, ha most belegondolsz, hogy az osztályotokban is vannak vezetőalkatok, és ezek úgy kiválasztódnak, tehát valahogy a többiek is úgy elfogadják, hogy ő olyan fajta, akire úgy lehet hallgatni. Vannak ötletei. Ha valamit meg kell csinálni, akkor ő az első, aki, vagy legalábbis az első között, aki megcsinálja. És én mindig ilyen voltam, nem mindig, inkább csak olyan főiskolás 20 éves korom után. És akkor így valahogy belenőttem. És nagyon korán ez nálam megmutatkozott, és hát most már 20. éve vagyok folyamatosan vezető, iskolaigazgató, és ezekbe így mindig belesodródtam. Persze most már nagy tudás van mögöttem, úgyhogy most már nem sodródom, hanem ha akarok, akkor megpályázok egy állást, és itt leszek igazgató. Énektanárként kezdte el a munkát itt a Dunamogdányi iskolába, vagy pedig azonnal igazgatóként? Előtte már itt voltam szolfés tanár, talán láttatok is az iskolában néha-néha, bár biztos nem emlékeztek rám, de azok, akik zeneiskolába jártak, jártak, azok ismertek engem, mert már közel 10 éve itt dolgozom az iskolában, mint szolfés tanár, csak ugye a zeneiskola azért eléggé kiesik, tehát nem nagyon láttatok esetleg. És igazgatónak jöttem, 2 évig nem is tanítottam éneket, mert folytattam a szolfés tanítást, csak utána gondoltam úgy, hogy mindenképpen, hogy veletek, ugye a felső tagozata elsősorban
sokat találkozzak, megismerjelek benneteket, hogy viselkedtek az órán, ki milyen, ezért úgy döntöttem, hogy a szolfés tanítást átadom másnak, és éneket fogok tanítani. Tehát igazgatónak jöttem, és énektanár lettem. Az igazgatói munka rutinból megy már, vagy vannak azért még nehézségek, amikkel meg kell küzdeni, vagy újdonságok, amik váratlanul érik? Az mindig van. Azért ez a tapasztalat, ami mögöttem van, 36 év tanítás és a 20 év iskola vezetés, ez nagyon sok rutint adott, ez így van. De azért mindig vannak valami olyan feladatok, ami bizony nagy sóhajtást váltanak ki belőlem, de jó ég, ezt hogy fogjuk megoldani, de azért mindig átküzdjük rajta magunkat. Sok munkával jár az igazgatóság. Köszönöm szépen! Én is köszönöm nektek! Most pedig következzen néhány hír iskolai tanulóitól. Mi történt az osztályoddal az elmúlt hónapban, vagy akár szeptembertől? Hát, osztállyal egyszer elmentünk éjszakai túrára a Dunapartra. Hát az bulis volt, mert így ijeszgettek minket a fiúk az osztályba. Még voltunk ugye tegnap színházba, de az mondhatni az egész felső volt. A Bűvös vadászt néztük meg, amikor operába, amikor énekeltek, az német volt, de legtöbbször németül beszéltek. A Mikulás buli. Hát az egy élvezetes és jó buli volt. Hát jó hangos volt a zene. Hát, még nem tudom, mit mondja. A Halloween-i bulin természetesen szavaztam, igen. És a Halloween-i buli hogy tetszett? Nagyon tetszett a Halloween-i buli. Volt egy feladat, ami a labdát be kellett patintani a pohárba. A senkinek nem sikerült, csak nekünk egyet bepatintani, és állítólag azt mondják, hogy azzal nyertük meg ezt a versenyt. Hogy zajlik nálatok a karácsonyi az ajándékozás? Mindenki húzott egy nevet, és azt ma megajándékoztuk így egymást, meg a Vera nénit is a legtöbben. Körbe tesszük a fa alá az ajándékokat, és ki kell találni, hogy kié melyik. Hogy kezdődött az iskola így az óvoda után? Úgyhogy először rajzoltunk, utána egy kicsit így, utána megtanultunk, azután meg olvastunk. Igen, már ezt meg írtunk. És mit szoktál csinálni az iskolában, amikor szünetben? Mit szoktál csinálni? Kergetőzni az angiékkal. Pani angi kergetőzés. És mi az, ami az iskolában legjobban tetszik? A foci. Az a jó, hogy először tanulunk, utána meccsezünk, a tanulunk, meccsezünk úgy, hogy egy kicsit egyelőre ilyen tanulás, utána a foci, és egy kis játék. Sokat szoktunk tanulni benne, már nagyon sok mindent ismerünk, sok betűt meg, ilyeneket. Tanultunk írni. Tanultunk olvasni, tanultunk matekozni. Szünetekben mit szoktál játszani? Fogocskázni a Mátéval, meg beszélgetni szoktam. Oda szőnyegre leültünk, és úgy valaki a padra ült le a hátsó padomba, és a karácsonyfához kellett rakni az ajándékokat. Én kaptam egy csokit, meg egy ilyen focis füzetet. Sziasztok! Én Gábor vagyok, és ez itt a Hungary Video Presents. Most arról lenne szó, hogy december 5-e van, és az iskolánkban lenne egy ilyen Mikulás buli, amire mi is elmegyünk. Négyen leszünk, akik zenét csinálnak, legalábbis én ott leszek, meg én ott vagyok, Gyarmi, hát a Simon, és még egy osztálytársunk. Hát én fogok videózni, aztán majd fognak szerepelni emberek is. Most van 3 óra, 5-kor kezdődik a buli, de mi hamarabb megyünk 3:30-ra, hogy elkészülődjünk. Szóval ennyi lett volna, és akkor majd találkozunk. Sziasztok! Hello! Itt a Simon is, és már megyünk. Elindultunk. Itt az iskola. Még itt? Kopést az után. És... Hát igen,
Cső. Cső. Itt a gyalmi is. Készülődünk. Ja, most ilyen. Hát erről is lesz videó. Na. Nézzétek meg, hol a hangfalak. Mióta én felsős vagyok, én azóta veszek ezen részt, de szerintem egy olyan 10 éve rendezik ezt meg. Mi, mint nyolcadikosok, szerintem nagy részben besegítettünk ebbe a szervezésbe. Valamikor mindenféle feladatok vannak, valamikor csak bulizunk. Szóval ez a Mikulás buli például nem volt más, csak bulizás, szóval nem voltak különféle feladatok. Szerintem idén a hangulat az nagyon jó volt. Eddig sokan mondták, hogy eddig még nem volt ilyen jó. A Mikulás bulin elektro és ilyen house keveréket játszottunk leginkább. A társammal, akivel csináltuk a zenét, ezt a stílust választottuk, mert ez is egy ilyen jó bulit tud teremteni ez a stílus. Sziasztok, itt vagyok, és hát vége van a bulinak, és nekem összegezve nagyon tetszett. Jó volt a buli, hangos volt, meg minden világítás is jó volt, meg minden. Jó voltak a DJ-k is. December 19-e egy laza nap volt. Az osztályok saját termünkben ünnepelték a karácsony közelettét. Minden osztályban más volt a program. A gyerekek szabadon eldönthették, hogy mit csinálnak. Lehetett társasjátékozni, beszélgetni, zenét hallgatni. Kameránkkal a 3. B osztályosokhoz látogattunk el, ahol megtudtuk, hogy az adventi időszakban minden nap kibontottak egy adventi zsákot. Hogyha fönt megnézitek, ott lógnak az adventi zsákok a tábla fölött. Minden nap bontottunk egy zsákot, amiben egy kis cetli szerepel. El tudja valaki mondani itt a kamera előtt, hogy mi szokott ezen a cetlin lenni, Johanna? Amit azon a napon kapunk, meg amit azon a napon kell megtenni. Tehát egy feladatot találunk. Tudtok ilyen feladatokat sorolni néhányat a fiúknak, hogy milyen feladatokat kellett eddig végrehajtanotok cserébe azért, hogy egy kis ajándékot kaptatok? Szofi, mondj egyet. Mondjuk, hogy sokáig aludni. Sokáig aludni, tehát inkább azt mondjuk, hogy korán lefeküdni, aludni, hogy meglegyen a hosszú alvás is. Milyen feladatunk volt még? Johanna. Hogy egy olyan dalabra majd le, amit nehezen tudsz, ami a kedvenced. Ami a kedvenced például, de miről tudtál esetleg lemondani? A gépezés. A gépezésről, számítógépezésről. Ki mondott le másról? Esetleg nem számítógépről, hanem Márti, te miről? A csokiról. A csokiról, azt én is nagyon szeretem. Bende Gusta, miről? Telefonról, tehát nem nyomogattad aznap. A tévézésről. Tévézésről, ez is ugye sokszor előfordul, és ezekről néha-néha le tudunk mondani. Az aznapi adventi zsákot Johanna bontotta ki. Bontsa a mai zsákot, a 19-es számot. A mai nap ajándéka. Teniszütő két darab labdával. Felelős a zsák nyitója. Feladata emellett a zsák nyitójának, hogy segítőket kérjen a következő napok ajándékainak nyitására. Az egyik gyerektől azt is megtudtuk, hogy a napot mivel fogja zárni az osztály. Ágyi Lévihez megyünk
délután ilyen egy óra körül közösen sütünk pizzát, meg diafilmet vetítünk, és eszünk, iszunk. És ilyenkor útra szokott kelni a zsákbontója, és ilyen hideg-meleg játékkal szokta keresni az aznap elrejtett ajándékot. Ági néni azt is elmondta, hogy egy nagyon régi sváb hagyományt is felidéznek ezen a napon. Nagyon készülünk most az osztályommal és a párhuzamos osztályjal, a harmadikásokkal egy műsorral a karácsonyi rendezvényünkre. Egy régi bogrányi hagyományt elevenítünk most föl, amit Kriszkindinek hívunk. Német nyelven adjuk elő ezt a darabot, és magyarul. Bár a magyar sem volt nagyon egyszerű, ugyanis régi nyelven íródott, és népies, tehát a dallam is nagyon nehéz volt. Két szereplő van, akinek úgy igazán szövege van, a többiek az éneklésben vesznek részt, de nagyon bátran énekelnek, és szépen összeállt a műsor. A hatodik osztályosok a termekben adták elő a Kriszkindi játékot, sőt, még a polgármesteri hivatalba is elmentek. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Jövőre jó ünnepeket! Boldog ünnepeket! A szünet előtti utolsó nap közös énekléssel, zenéléssel, tánccal zárul. Rebbe Johanna szólót énekelt. Csodáknak csodája, szolmán aja szolban, mi ott szült ma, Bátlehemben, a boldog Mária. Sportrovatunk fő témája a futball, először egy barátságos lányfociról számolunk be. Itt vagyunk a Dunabogdányi Általános Iskola sportcsarnoka előtt, ahol nemrégén egy barátságos lányfoci zajlott, és büszkén jelenthetjük, hogy Dunabogdány lett az első helyen, és akikkel mérkőzött, az Visegrád és Nagy Maros. És a győztes csapat két tagjával lesz interjú. Na, sziasztok! Első kérdésem az lenne, hogy kik voltak az ellenfeleitek? Hát Nagymaros és Visegrád. És szerintetek ki volt a nehezebb? A Nagymaros vagy a Visegrád? Hát Nagymaros volt, de azért Visegrádot sem volt olyan könnyű legyőzni. A Dunabogdány Visegrád-Nagymaros közötti barátságos lányfutballra először került sor a Dunabogdány sportcsarnokban. A csapatok körmérkőzéseket játszottak. Az első mérkőzésen Dunabogdány legyőzte Nagymaros, a második meccset szintén Dunabogdány nyerte Visegrád ellen, végül Nagymaros verte el Visegrád csapatát. Ezt követően a csapatok újra játszották a mérkőzéseket. Harmadik helyen Visegrád, másodikon Nagymaros, első helyen pedig Dunabogdány végzett. A győztes csapat két tagját arról kérdeztük, hogy milyen stratégiával sikerült elérni ezt az eredményt. Szélen akartuk vinni a labdát, meg ugye nagyobbak voltak elől, és akkor mi meg védtünk hátul. Igen. De volt rá példa, hogy mi is előre mentünk. Igen. Csatárként. Igen. Hogy
kezdtetek el focizni? Lány léptetekre? Nem igen, láttam még olyan lányokat, akik szeretnek focizni, hogy ez hogy kezdődik. Hát, tesi órán, ezt kitaláltuk, hogy akkor próbáljuk ki a focit, mert hogy tetszett, és akkor kipróbáltuk, és tényleg nagyon jó. Violetta és Fanni elmondták, hogy a mérkőzésekre a testnevelés órákon készültek fel fiú osztálytársaik segítségével. Végül a további terveikről kérdeztük a lányokat. Mi a tervetek a csapattól, hogy akartok-e még ilyeneket, ilyen barátságos kocsit, vagy akár sportolás képpen, ócinten? Igen, menni fogunk még Marosra is. Igen, az már kitaláltuk, hogy szeretnénk még sok helyre menni, így együtt. A torna végén a győztes csapat tagjai bemutatkoztak kameránknak. Nagy Violetta. Floris Júlia. Zeller Fanni. Floris Jászmi. Hogy Jennifer. Dóth Anna. És van egy legendő. Apra neki. Grép már. Sportolatunk folytatásában a 8-os Gyarmati Márkkal beszélgetünk, aki több iskolatársunkkal együtt a Visegrádi Sportegyesületnél futballozik. Mit sportolsz? Focizok és kézilabdázok. A focit azt versenyszinten üzem, a kézilabdát azt nem annyira. Inkább csak ilyen iskolai eseményeken. És miért kezdtél a sporton? Hát mert nem akarok ilyen túlsúlyos lenni, meg ilyesmi. Ezért is figyelek arra, hogy mit eszek, meg mikor eszek. Meg hát szeretek sportolni. Mikor vannak foci edzéseid? Hát egy héten háromszor, négyszer vannak, attól függően, hogy mikor megyek. Hát kedden futóedzés, szerdán a közös játékok, és pénteken meg csak simán ilyen foci. Tehát, hogy amit héten tanultunk, azt úgy összesítjük meg, egy ilyen nagy meccset lejátszunk. Milyen csapatok ellen játszatok? Mindig más ellen, inkább ilyen városok, meg falvak ellen, Vác, meg Dunabogdány, stb. A Magyar Labdarúgó Egyesület tagjai vagyunk. Hát most például futsal bajnokságon fogunk részt venni, az meg annyi különbsége, hogy ez egy teljesen más műfaj, mert ott nincsen ilyen nagyon durva testi érintkezés, csak vállal. Azt is mondják, hogy ez a focinak az ilyen atya, vagy nem is atya, inkább ilyen gyengébb fajtája, tehát. És innen az iskolából hányan járnak oda? De rajtam kívül még hatan. Hát ebben az iskolában szerintem a féliskola űzi ezt a sportot. Nagyjából, tehát ahogy így osztályonként így, hogyha nézem, akkor egy osztályban minimum 3-4 ember jár focizni, vagy más sportot így űzni. Hát azért ajánlom, mert így megerősödnek, meg közösségben vannak, és akkor lehet játszani, barátokat szerezni. Minden adásunkban fölteszünk egy körkérdést a gyerekeknek. Decemberben arról kérdeztük őket, hogy mi lenne az újévi fogadalmuk. Hogy lemondok a csokiról. Hát akkor jobban viselkednek a suliban. Az, hogy a szüleimnek nem teszek rosszat. Nem gépeznék olyan sokat. Megpróbálok jövő évben jobban tanulni és sok ötös szerezni. Hát az, hogy nem megyek 55 kiló fölé. Hát az, hogy ugye én sportolok a körvívást, és azt még komolyabban venni, és lesz majd jövőre magyar bajnokságom, és azt megvan. Jobb tanuló leszek, és kedvesebb leszek a osztálytársaimmal. Hogy mondjuk az órákon, mondjuk 5 órán keresztül csak jelentkezésre fogok megszólalni. Decemberben a híres opera énekes Piti Katalin látogatott el Dunabogdányba. A Művelődési Házban előadást tartott a felsősöknek. Itt vagyunk a Dunabogdányi Művelődési Házban, ahol Piti Katalin, az operaház nagykövete fog előadást tartani az operáról, hogy a gyerekek közelebbről is megismerjék a műfaj szépségeit. Először is örüljünk, hogy együtt lehetünk. Pont mi, pont ennyien, akik itt vagyunk, mert ez egy egyedi alkalom. Ennek örömére szeretném Wolfgang Amadeus Mozarttól az Alleluja árat számotokra átnyújtani, és már kíváncsi vagyok, figyeljétek a szövegét, jó? Alleluja, 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 Alleluja.
Szokott-e izgulni fellépések előtt? Hajjaj, de mennyire? Nagyon. Mikor és hogyan kezdett el énekelni? Hát, ahogy említettem itt nektek az előadásban, és kislánykorom óta szerettem verseket mondani és énekelni, és mindig szerettem énekelni. Az éneklés az a léleknek a megnyugtatója mindig. Mi tetszik önnek ebben a műfajban? Hát ez egy nagyon-nagyon sok-sok mindent magába ölelő válasz lenne. Elsősorban az, hogy kifejezhetem magamat úgy, ahogy én nekem a legkedvesebb, hogy a lelkemből adhatok az embereknek, és az ő lelkükben ugyanúgy visszatükröződik rám. Amit én tudok nekik átadni, arra ők rá ismernek, amikor azt megmutatom. Ez a legszebb benne. Melyik volt a legemlékezetesebb fellépése? Hát nagyon nehezeket kérdezem, mert nehéz kivenni, de például Dresdában volt, a Dresdai Operában volt egy nagyon nevezetes fellépés, a színházzal együtt voltunk ott, Verdi Lombardok című művét adtuk elő, és abban én Giseldát énekeltem. 17-szer mentem tapsra a végén, nem hagytak. Állandóan tapsoltak, és megint ki kellett menni, és megint ki kellett menni, és megint ki kellett menni. 17-szer. Soha nem felejtem el. Mi kell ahhoz, hogy valakiből operaénekes legyen? Egyszer összeszámoltuk barátaimmal, muzsikus barátokkal, hogy mennyi összetevő kell ahhoz, hogy valaki operaénekes legyen, és jó. Hát szinte vagy 40 dolog kell ehhez, de most hirtelen biztos nem tudom végigsorolni. Elsősorban ugye hangodnak kell lenni, muzikalitásodnak kell lenni, ki kell nézni, kifejezőnek kell tudni lenni, jól kell tudni különböző kosztümökben működni, együttműködni, partnernek lenni. Mit ajánl a gyerekeknek, mit hallgassanak? Milyen darabokkal? Milyen darabokat? Mozartot mindenképpen. Nagyon-nagyon javaslom, mert csodálatos zene. A Mozart darabok közül első helyen a Varázsfoholát javasolom. Aztán valójában mindenkinek, ami neki tetszik. Mert csodálatos, gazdag a repertoár, nagyon sokféle gyönyörű darab van, amikben a dallama, ha csak téged elragad, de ha a történetet megismered, van az operák könyve, és ha tudtok menni előadásokra, akkor ott is nyilván lesz olyan, ami kedvencetekké válik. És akkor legközelebb, ha hallod, akkor már alig várod, hogy hú, most jön az a rész, amit úgy szeretek. Ezek nagyon jó dolgok. A zene, az éneklés, az opera éneklés, ahogy említettem, egy másik dimenzió, az ember megemeli az ember lelkét, és sokkal többet, okosabban, jobban tud tanulni. A zene mindig segít az életünk minőségének a megjavításában. Milyen darabokkal kezdjék a gyerekek az opera hallgatást? Hát jó kérdés ez is. Mindenképpen a Mozartot javaslom, akkor János Vitézt javaslok. Aztán hát legtöbb opera igen komoly dráma is, amint említettem az előadásomban is. De hát a mesék is legalább ilyen őrületes vérfürdők sok esetben, vagy Igen, tehát nyugodtan meg lehet nézni bármelyiket, mert abból úgyis annyit fogtok befogadni, amennyit a jelenlegi, abban az életkorban be tudtok fogadni. És akkor majd életetekben, ha gyarapodtok és felnőttekké váltok, mindig más arcát fogja mutatni a mű, és még fel fogsz benne fedezni sok-sok minden mást, amit addig még nem. És ez így gyönyörű. Kedves nézőink, a Dunabugdányi Soliradó első adását látták. Köszönjük szépen a figyelmet, a mielőbbi viszontlátásra!